visszavágós rendszerről beszélünk, vagy a két mérkőzés után összesített állás tekintve alul maradt az ellenfelével szemben, hát neki véget ér tulajdonképpen ez a play-it. Meglátjuk. Hát Szégy ugye az ő szemszögéből mondhatjuk azt is, sokszor ilyenkor a játékosok úgy vannak vele, hát miért pont vele történik meg, hogy az egyik legnagyobb és legerősebb kapom, hát bizonyítottak minden esetre ugye. Now you've got your chance to check on the lineup for the home team. Goodness me, this looks attacking because there are three out-and-out goal scorers there as their front three. Well, it looks like they're going to try and find a path through the middle rather down the sides. The way they're lined up here. Ronaldo! He's gone! Fantastic start! Sokan mondják azt, hogy ezt a Brazilt ezt nem lehet tartani. Csak hogyha megnézzük igazából, hogy Zidane, Vertonghen, and that's gone like a torpedo into the bottom right corner. What a shot! Szégy majd védekezni. So the first goal is 1-0. Egy picit azért nehezebb dolga lesz. De Bruyne, Dugoré és Kanté lesz ott középen. Elő pedig Martial, Özil és Sanchez igyekszik majd a támadásokat góra váltani. Courtois van egyébként a kapuban. Még a másik oldalon lehet azt mondani, hogy szinte egy futball megszokott világválogatottat láthatunk. De so relaxed on the ball, Rüdiger. Molnár Gabónak. Alba, Ramos, Maldini és Babu. Babu, bocsánat, de közben már megint a 16-oson belül. Neymar, the offside player. És ha minden igaz, így van, az egy les volt, úgyhogy kifelé jár majd a szabadrúgás. Középen Hulit, Goretzka és Pelé Molnár Gabónál, elől pedig egy félelmetes, a brazil Ronaldo, a Cristiano Ronaldo és Neymar támadó hármassal igyekszik majd ostromolni Szécsnek a kapuját. Hát elég gyorsan sikerült megszereznie, ugye? Az első Cristiano Ronaldo. Egyébként az első körbe szerintem mindig nagyon fontos. This could lead to a chance. It's good attacking play. A magabiztos kezdés az meghatározhatja egy játékosnak a tornán a további menetelését, de hát nyilvánvalóan ez viszonylag korán történt, tehát ebből messze menő következtetéseket ne vonjunk még le. More positive from the away team now, getting the challenges in further up the pitch, higher press. Sanchez! A well done the goalkeeper, and he's hung on to the ball. Bal felsőbe benyesni a labdát, de ez nem jött össze. De hát azért nehéz lesz Neymar. Egyébként a labdával túljutni. With Ronaldo. That's good movement forward here. Ronaldo ugye, akiről felmerült az a pletyka is, hogy nem érzi magát jól Madridban, és lehet, hogy ősszel máshol láthatjuk. He spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. Lehet, hogy arra pályázik, hogy egy új szerződést kapjon. Ronaldo. Hát már erre példa. Minden esetre szerintem most Ronaldo. Azt nézzük, hogy egy gyönyörű passzjáték után Hulittal már 2-0-ra módosítja Molnár Gabó az állást. Hungarian Beast egyébként a csapatának neve. És lehet, hogy itt lesz némi módosítás is. Így van. Addig megnézhetjük ezt a csodaszép grafikát. Ha minden igaz, akkor szerintem a kommentátornak a hangját fogják levenni. Én, szerencsétekre nem az én hangom fog eltűnni, hanem csak az in-game kommentátor. Ha minden igaz, de itt nézzük meg Hulitnak a gólörömét, a megfiatalott Hulit, így van, most már nem halljuk az angol kollégákat a támadóból. Köszönség azokban, pici megtetszését fejezzük ki ezzel az eredménnyel kapcsolatban. Érdekes, hogy mindig milyen autentikusan reagálnak a hazai csapat aktuális teljesítményére. Szép szerelés után Pelé és már Ronaldo. Szép volt azonban Dukoréval a szerelés, csak a passz nem jó. Hát ugye igen, ez lesz a másik nehézsége itt Szécsnek ebben a mérkőzésben. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy vissza tudja szerezni a labdát, de abból támadásokat indítani, na meg ugye megfogni a támadó harmadban lévő három játékos, szintén ugye kihívást jelentett. 97%-ban passzol Molnár Gabó, mi 82%-ban Szécs, ugye már ez is itt az első 22 perc után óriási különbség. Ezek a statisztikai adatok hihetetlenül színesítik egyébként ugye a mérkőzéseket. Sokszor egyébként talán azt is lehet mondani, hogy nem feltétlenül lehet olyan sok konzekvenciát levonni ezekből, de ez most látványos, tehát a 97% az majdnem tökéletes. 25 perc elszállt igazából az első meccsből. Emellett azért jó néhány küzdelmet rendeztek még az első fordulóban, ugye? Hiszen 8 páros van Xboxon, 8 PlayStationon. És ugye a két konzolnak lesz majd egy győztesejük, azonban nem mérkőznek meg majd egymásra. Itt közben pedig egy újabb lesnek lehetünk szem és fültanúi. Sanchez volt egy picit előrébb a kelleténél. Hulittal passzolt egy picit
rosszabbul Molnár Gabona, ez nem a 97%-ba tartozik, ugye Kanté, ez egy jó bejátszás, Sánchezzel azonban nem tud lőni, pedig igazság szerint egész ügyesen el tud jutni a 16-osig Szécs, ott kellene valamit kitalálnia, talán egy picit tovább járathatná a labdát, mert a cselek azok nem biztos, hogy működhetnek azért egy Maldini fémjelezte védelemmel szemben, sőt ugye Ramos is, hát vigyázni kell, mert ő például judóból is most már összcsillagos, Ronaldo közben kivezette a labdát, úgyhogy jöhet majd Courtois-val a kirúgás. Majdnem elmegy a félpályáig, de sikerül visszafejelni Cristiano Ronaldónak, azonban jó volt a szerelés. Ettől függetlenül Molnár Gabó nagyon jó helyen visszaszerzés, ott lehet a harmadik, nem Courtois-hoz résen volt, bár ez igazából nem ment annyira szélre, mint kellett volna, és így meg lehetett. Hogyha ki tudta ütni jobban a labdát Hulit. Lehet, hogy itt a félidő vége felé megint csak megpróbál rákapcsolni Gabó. Így van, be tudja megint játszani a labdát a 16-oson belőre az első, majd a második csel is jó. Aztán ott a harmadik, nem sikerül elválasztani a labdától, át a másik oldalra. A fejes jó volt, de nem jut messzire, ugyanis megint egy bordómezesnél a labda. Ez viszont egy remek oda szúrás volt, de ez a labda meghoz. Ebből a kontrából egyébként egész sokat ki tudott volna hozni Szécs, de nem volt végül pontos a labda. Nagyon szépen teszi a dolgát a védőket, tehát meglepően hatékonyan választja el Molnár Gabó támadóit a labdától. Csak azok a fránya akciók, amiket ő vezetne, az valahogy nem akar összejönni. Hát acélos igazából a defenzív vonal a Gabónak is. Ő is megpróbált Neymarra. Kicsit technikásabb lövés, de nem volt elég erő, meg ív ebben a labdában. Jó kirúgás. Egyébként több mint 100-an regisztráltak, mint PlayStation-re, mint Xbox-ra. Már ami ugye a selejtezőt illeti, ott a kapufa Ronaldo révén. Kipattanult, meg sikerült kivágni. Courtois-nak itt most nem lett volna sansza, de a kapufa segített. Milyen jó, hogyha van kettő is, vagy három is a pályán. Sokat jelentett. Láthattunk már olyan bugot is egyébként a FIFA-ban, amikor a kapu eltűnik. És csak azért mondom, olyankor azért nehéz kiszámítani, hogy na, mi számít majd gólnak, vagy sem. Tehát itt egyelőre ebben a párharcban nem egy bug dönt. Nagyon szép az a sarkazás, meg a visszatekintés, hogy ez már a harcadik találat. 3-0. Az első fél időben igyekszik Molnár kapu eldönteni. Nem csak az első mérkőzésnek a sorsát, de akár az egész párharcot illetően. Kemény ütközés felé, egész jól tartja magát, ugye nyugdíjas kora ellenére Ronaldo, ez is egy nagy lövés, Courtois ki kellett ütni, a más választása nem nagyon volt, azonban marad bent a játéktéren belül, ugye a labda viszont lefújja a játékvezetőt, 8-6, míg 1-1, ugye ez talán a legárulkodóbb, és azt szemmel most már fókuszálok mindig arra a területre, ahol a match factsben tulajdonképpen ezek a sorok vannak, mert nem hagynak nekem időt, tehát gyorsabbnak kell lennem, mint az árnyékok. De a lényeg, hogy óriási fölény a statisztikai adatok alapján is, ugye Molnár Gabó tekintetében egy szép lövés, megtornáztatta Szécs Deheát is, de nagyon nyújtózott a spanyol, és ki tudta ugye ütni. Jöhet a szöglet. Szerintem ez az első, amit beívelhet onnan a jobb sarokból Szécs. Középre, ez is jó, de hihetetlen. Hosszú ujjaival megint csak sikerült elérnie a spanyol kapusnak. Rögtön jön a második szöglet, ez most kicsibe. Ezek szerint akkor próbálta meglepni Molnár Gabót. Ugye egy beívelése meg ott lett a következő. Még egy lövés. Nem volt ez a szabult. De végül is ki tekeredett a labda. És ez azt jelenti, hogy kirúgással jöhetünk Kanté lövése után. Özilig eljut. Ugye sokan ilyenkor megkérdőjelezik amúgy magát a FIFA-t, hogy úristen, futba lehet egyáltalán nyerni az ilyen Prime-ikon, meg Team of the Season, meg Team of the Year-es csapatok ellen. És hát sok esetben ugye mindig fogja a fejét az aktuális játékos, hogy hát már megint egy ilyen All-Star válogatottal kell szembenéznem. Kérdés, hogy ez bármennyit javul-e majd a FIFA 19-ben, alig ha hiszem. Szép egyébként ez a észrevétel belé. Egy csel után egy lövés, de sikerül blokkolni igazából, de neki is hátra kell jönni védekezni,
Ez van, amikor már a támadóidat is muszáj arra használnod, hogy visszaszerezd a labdát, hogy legalább háríts egy akciót. Sikerült megint becsúsznia. Ulit, és megint jó volt a szerelés. Gond találkoznál. 55. perc. Egyenlőre magabiztos Molnár Gabó győzelmet jelenthet ez az első találkozó, de azért még van bőven ebből a mérkőzésből. Szécs, biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog majd tenni annak érdekében, hogy itt legalább a szépítés összejön, és hát ha vérszemet kaphat, vagy legalább ő is annyi önbizalmat ezáltal összeszed, hogy mondjuk kicsit szorosabbá teheti ezt a mérkőzést. Goretzka, ő is nagy sláger egyébként a futban, viszonylag olcsó volt, és nagyon jó statisztikákkal rendelkezik, és ott lesz a negyedik. Előszabályt fújt a játékvezető, hiszen a Brazil Ronaldo nagyjából Ramos kitörölte a játékból, de nem is ez volt a lényeg, hanem jól tette a játékvezetőt. Nem állította meg ugye az akciót, és itt nézhetjük meg. Pelé gyönyörű cselét mutatjuk meg inkább. A gól az igazán köszöntés Cristiano Ronaldo stabilisából. 4-0. Kérdés, hogy ilyenkor még esetleg erre a mérkőzésre érdemes-e koncentrálnia a hátrányban lévő játékosnak, hogy fejben mondjuk már a második meccsre pakolná össze a stratégiáját. De ettől függetlenül azért itt is egy-két találat sokat jelenthet. Azért Amsterdamban is láthattuk, hogy bizony volt, aki majdnem kiadta a kezéből ilyenkor a továbbjutást. Hiába nyert mondjuk az első mérkőzésen jó néhány találattal. Ronaldo közben. Hoppá! Igen, aki leolvasta a vonalkódot, az nyerhetne, de hát nem így van. Ez is egy gyönyörű passzjáték, és ott van az ötödik. Nagyon szépen kijátszott a Molnár Gabó. Hát ez már Pelével is megpróbált cselezgetni Hulit. Ronaldo. Egy nagy sprintet levág. És még azért itt egy trükközést is megmutatott nekünk. A bizonyos trailerben is látható El Tornado, vagy valami hasonló elnevezéssel. Ellátott lövés! Ez is gyönyörű volt. Két embert is átvert, azonban most nem a kapus hárította a lövést, hanem éppenséggel mellé szágoldott. Mondjuk igen, azért Molnár Gabó ellen nem lehet könnyű játszani, a selejtezőt is megnyerte igazság szerint Xboxon, úgyhogy egyértelmű, hogy őt a legtöbben döntőben várják, sőt az aranyérmet már a nyakában sokan odaadták volna neki, de hát majd ezt bizonyítani is kell, és el kell jutni odáig. Újabb cselezgetések a 16-oson belül, aztán egy felejthető lövés, de hát a hajrában ez is beleférhet ilyenkor. Hát szerintem ez az összehasonlítás izgalmas, de nem releváns. Sage-nek nem igazán volt próbálkozás, amíg Ronaldóval azért rendesen körülbombázza Courtois kapuját. Nézzük, a bal szélen cselezget Valenciával, külsővel, és bizony bele kellett egy kicsit érnie Courtois-val. Jól hozta ki egyébként a kapusát utána Martial. Nem jó, nem jön össze a passz, most már azért a félpályán is alig-alig tud át botorkálni Sage, abból viszont nem születnek gólok. De Bruyne, Lukorei előre, Özil, ez egész szimpatikus kis támadás, viszont eddig tartott, kicsit mintha elfogyott volna a tudomány, meg jöjjön már az a második mérkőzés, és ez azt jelenti, hogy hát 0-5-ről felállni, egyébként igazi csodát látnánk, nem lenne semmi egyébként. Rögtön így kezdeni az első fordulót, hogy szorossá válna. Ez a párharc 11-es lesz. Ez kőkemény belépő volt. Nem lesz 11-es, mert még a 16-oson kívül történt. Hulit átlépi, szép a passz, és a kapufa! Az, ami megint kisegíti Sage-et, nem lesz meg tehát a 6-0. Nagyon szép összjáték volt. Pillanatra úgy tűnhetett, mintha a brazil Ronaldo is átlépné, de ugye Hulit előre futott, és még nem volt ugyan lesen, de
teljesen üresbe kaphatta a labdát. Megint a büntető területen belül, nagyon szép a csel, viszont nem volt Babuval jó a lövés. Na, lesz esetleg a második félidőben a fejes után, a szöglet utáni fejes után egy újabb lehetősége esetleg Sage-nek, tud-e szépíteni, azt hiszem most már leginkább ez a kérdés maradt megválaszolatlan, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem fog összejönni. Gabó könnyedén megoldja a védekezést, bár aztán eladja a labdát, de ez az indítás sem jó. Úgy tűnik alapból ez a felállás, ugye hiába van ott három támadó, amivel szét lehetne húzni a védelmet, nem nagyon sikerül egyikőjükhöz se eljutatni a labdát, vagy hogyha meg is kapják, utána van probléma, ennyi. Kilép a védelemből például Maldini, és azonnal vissza is sikerül szerezni a játékszert, és onnantól kezdve meg valószínű, hogy már nagyon nehéz lehet visszaszerezni. Így van, megvan tehát az első győzelme Molnár Gabónak, méghozzá egy fölényes 5-0, amivel tulajdonképpen hát fújhat egyet, és igazság szerint készülhet majd a második mérkőzésre.